Ez a Tihanyi Levendula ültetvényünk, a Nemzeti Parknak ez a mondjuk úgy, hogy újabb ültetvénye, ez nagyjából 5 hektár. És a rajta lévő virágtömeg az nagyjából mondjuk 10 tonna. Most már negyedik alkalommal működik a szedd magad módszer szerinti aratás. Nagyon nagy az érdeklődés. Az az idő, ami alatt elfogy az ültetvényről a levendula virág, az egyre rövidül. És nem nagyon tudjuk tervezni, nagyon nehéz tervezni egyébként, hogy milyen ütemben rövidül. Az első alkalommal 3 hétig tartott a levendula szüret, a levendula aratás, és még maradt is rajta egy kicsi. A második alkalommal 2 hét alatt leszették teljesen. A harmadik alkalommal 9 nap alatt szedték le teljesen. Ebben az évben már csak 7 napot hagytunk. Nagyon szurkolunk, hogy a végén még legyen virág annak is, aki vasárnap fog ide érkezni. A Tihanyi félszigeten az 1920-as években létesült első nagy úgynevezett öreg levendulásnak a maradéka még ma is látható. Nagyon szép, nem ennyire intenzív, nem ennyire összefüggő sorok, nem ennyire lila, de egy gyönyörű tájképben, mandulafákkal, vadvirágokkal még mindig elég sok levendula található meg. Nagyjából egy 20 hektáros területen, és ha máshogy is, de legalább ennyire szép. Próbálkozunk annak a területnek is a fenntartásával. Nagyjából a 90-es évek közepétől kezdődően egyre nagyobb és nagyobb részt bontunk vissza az erdőből, tehát mentjük vissza az egykori levendula ültetvény helyét. Most már szép nagy, körülbelül 20 hektáros terület az, ami látványos sétálható. Aztán majd a jövő az, amikor a levendulát ténylegesen vissza is pótoljuk benne területfoltonként. A levendula felhasználása eredetileg elsősorban az olaj volt, az olajat célozta. Tehát nyilván a levendula olajban, ebben az illóolajban mindaz megtalálható, mindaz a jótékony hatás, ami miatt a levendulát érdemes használni. Aztán az utóbbi időben Magyarországon is, persze a Mediterráneumban már régebben is, egyre inkább előtérbe kerül a levendulának az étkezési célú felhasználása. Elsősorban persze fűszerként, azért egy erős növény, fűszerként is erős növény, de készülnek belőle szörpök, lekvárok, ízesítenek vele süteményeket, és része lehet a húsokhoz készülő mediterrán fűszerkeverékeknek is. És hát természetesen szappanok, a legkülönbözőbb dísztárgyak.